Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, ha rossz környéken vettél ingatlant. Én írtam az Ingatlanos Álmok könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok klub, illetve augusztus 27-én egésznapos élő tréninget tartok Győrben, hogyan indulj el az első ingatlan befektetéseddel címmel, tehát ha még nincs ingatlanod és szeretnéd, hogy legyen, akkor majd ott a helyed és kattints, de még nem tudsz, ugyanis belépő erre az előadásomra az 5. könyvem, ami augusztus 1-től elvileg megjelenik, úgyhogy remélem, hogy ez valóban így lesz, addig nyilván nem tudsz vásárolni sem, de én remélem, hogy érdekel annyira ez az előadás is, hogy találkozunk személyesen. Na, ami a lényeg, egy hölgy fordult hozzám ezzel a kérdéssel, illetve másik oldala, a klub, az Ingatlanos Álmok klubban is van szintén egy klubtag, akinek hát még nincs ilyen problémája, de ha rosszul lép, akkor könnyen lehet, hogy lesz. Hát magyarul itt arról van szó, hogy ha Roma környéken veszel ingatlant, mondjuk fehér emberként, akkor azt megetter fene. És itt is így van, ugyanis itt a bérlők rendre elszöknek, rossz környék, drogos környék, hadd ne soroljam. Tehát amikor egy ingatlan nagyon-nagyon olcsó, én is voltam itt, tehát nehogy félreértsetek, akkor az nem véletlenül annyira olcsó. Ugye az emberek ilyenkor ráugranak, hogy hú, majd én nekem biztos jobb lesz, én ezt jobban tudom. Szintén voltam így, hogy majd én ezt megmutatom, ők hülyék hozzá, de majd én nekem sikerül, hát nekem sem sikerült jobban, mint az elődömnek. Úgyhogy ha rossz környéken vettél ingatlant, ugye mivel, hogy a belépéskor kellene látni, hogy hol lépsz ki, akkor is azt mondod, mint én is, hogy egész életemben meg lesz az ingatlan, a fene tudja. Attól még lehet forgalomképes helyen természetesen. Úgyhogy látnod kell a kilépést is. Ha ezt nem látod, mert azt mondod, hogy evele rossz környék, hát akinek el tudnám adni, te jó Isten, annak lehet, hogy még pénze sincsen, vagy lehet, hogy csak ott hagyom, aztán nem érdekel, hogy ki mit csinál vele. Ugye ilyen is volt már egyébként a praxisomban, tehát találkoztam már ilyen, és hogy egyszer fogta és ott hagyta, és nem érdekelte tovább. Jó, tehát, hogy nagyon fontos, hogy mielőtt belépsz egy ingatlan befektetésbe, vásárlásba, lásd, hogy hol lépsz ki. Akkor is, ha saját célra veszed. Mert ugye az embernek van legalább egy 3 életciklus, ezt a klubon belül ugye most pontosan ez a tananyag, hogy akkor viszont gyerekek születnek, utána kireppennek a gyerekek. Tehát amikor azt mondja az ember, hogy kellene ingatlan cserélnem, váltani kellene, valamit kellene kezdenem magammal, és ilyenkor van az, hogy ha rossz környéken vettél, de neked jó volt, hát nem biztos, hogy ugye a nagy célközönséged is örömmel fog tőled vásárolni majd, amikor eljön az ideje. Úgyhogy én arra kérnélek, hogy mielőtt belépnél egy ingatlan vételbe, befektetésbe, hogy előtte gondold át ezt a dolgot. És mondom itt a klubtagon példáját is, ő is ilyen Kiskundorosban vagy hol, hogy úgy nagyon olcsó egy családiház, milyen szuper. Ugye a neten van fent egy videó, hát egy olyan másfél órás, érdemes megnézni, 70-es években ez a Kiskundorosmai cigánytelepet, hogy felszámolták, lehet, hogy a 80-as évek most mindegy. Tehát itt, ott is, hogy mi volt, és lehet, hogy ez az ingatlan is abból maradt, vagy esetleg a szomszédok, hát nem biztos, hogy nekem tetszenének, maradjunk ennyibe. És itt megint az jön, hogy fel kell mérni az ingatlan piacot. Nagyon-nagyon. Tehát ugye hozzám is jöttök ilyen kérdése, hogy vegyek-e érden itt-ott-tamott ingatlant, nem tudom, meg nem is érdekel. A saját ingatlan piacát, tehát a házi feladatot mindenkinek magának kell elvégezni, mert ő fog ott ténykedni, ingatlant adni, venni, vagy bérbe adni. Nem fogok én, nem vagyok mindenható, nem is akarom ezt megmondani. Akkor sem mondanám meg, ha tudnám, mert ezt a leckét mindenkinek magának kell elvégezni. Jó? Tehát ami a lényeg, mielőtt belépsz a befektetésedbe, vásárlásba, igenis lássad, hogy hol lépsz ki. Ha ezt nem látod, mert én sosem akarom eladni, én is így voltam, azóta egy kivételével én már az összeset eladtam, az első a Kabala ingatlan egyébként, csak ezért van meg, de ami a lényeg, hogy már az összeset eladtam, pedig azzal a céllal vettem, hogy nekem az majd nyugdíj lesz, hozzá se kell nyúlnom, minden éven veszek egyet, és milyen szuper az élet, és hát ez nem egészen így van. Jó, úgyhogy ha mondhatok valamit, akkor előtte gondolkozz egy picit, és akkor egyébként rendben lesz minden. Jó, úgyhogy az Ingatlanos Álmok 5. könyvem augusztusban meg fog jelenni, annak segítségével 28-án be tudsz jönni az élő győri tréningemre. Előtte természetesen egyébként lesz egy ingyenes kis mini előadás, ez augusztus 14, úgyhogy remélem, hogy még találkozunk. Szia!